Csak tervez mindent meg, a terv az jó dolog. De tervez gyorsan újra meg, mert menni úgyse fog. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves alkotók, díjfelajánlók, művészet iránt érdeklődők! Bertolt Brecht ideillő gondolataival köszöntöm Önöket mai rendhagyó kiállítás megnyitónkon. Mi itt a Széchenyi Városi Művelődési Központban nagy tervekkel indultunk neki a 2020-as esztendőnek, hiszen tudtuk, hogy ebben az évben jubileumot ünnepelhetünk, megvalósíthatjuk a 25. Nógrád megyei őszi tárlatot. Rövid idő elteltével azonban sötét fellegek jelentek meg terveink kékegén, hiszen már márciusban szembe kellett néznünk a koronavírus járvány okozta nehézségekkel, amelyek változó intenzitással ugyan, de elkísértek minket egészen mostanáig. Ez az oka annak, hogy a rendezvény számos alkalommal történő újratervezését követően ma nem üdvözölhetjük egymást személyesen, ám a virtuális tér adta lehetőségeket kihasználva mégis találkozhatunk. Az én tisztem ezen a megnyitón egyrészt a köszönetnyilvánítás, másrészt pedig néhány technikai információ ismertetése. Először is szeretnék köszönetet mondani annak a Nógrád, Heves és Pest megye 22 településén, valamint Németországban élő 63 alkotónak, aki a nehéz helyzet ellenére is megtisztelte munkájával jubileumi tárlatunkat. Köszönet illeti a szakmai zsűrit, Sach Gabriella művészettörténészt, a Dornyai Béla Múzeum igazgatóját, Sach Timor rendezőt, operatőrt, fotóst, és Bakos Ferenc képzőművészt, akik vállalták, hogy véleményt mondanak az alkotásokról, és kiválasztják a díjazásra érdemeseket. Köszönet illeti Nógrád megye önkormányzatát, Balassagyarmat, Bátony terenye, Récsák, Salgótarján és Széchenyi városok önkormányzatait, a Dornyai Béla Múzeumot és a Széchenyi Közművelődési Nonprofit Kft-t, akik díjfelajánlásukkal lehetővé tették, hogy a 25. Nógrád megyei őszi tárlaton 12 elismerést adhatunk át. Köszönet dr. Bagó József megyei jegyző úrnak, dr. Pivka Boda Zsuzsannának, Széchenyi város jegyzőjének és Sach Gabriella igazgatóasszonynak, hogy köszöntő és megnyitó gondolataikat megosztották velünk. Köszönet illeti továbbá a Széchenyi Városi Művelődési Központ munkatársait, akik a fennálló helyzetben is megszervezték a jubileumi őszi tárlatot, és végül, de nem utolsó sorban, köszönet illet mindenkit, aki feladatot vállalt abban, hogy ma Önök megtekinthetik ezt a felvételt. A következőkben pedig szeretnék néhány információt megosztani Önökkel. Elsőként szeretettel gratulálunk minden díjazottnak, akikkel az elismerést felajánlók hamarosan keresni fogják a kapcsolatot. A tárlatot a kialakult helyzetre való tekintettel 2021. március 31-ig meghosszabbítottuk, hogy a korlátozó intézkedések feloldása után minden érdeklődőnek legyen elég ideje megtekinteni a kiállítást. A 25. Nógrád megyei őszi tárlatanyagáról a hagyományoknak megfelelően most is készül digitális katalógus, melyet az alkotók 2021. áprilisában az alkotásaik átvételekor kapnak majd meg. Tisztelt hölgyeim és uraim! Most pedig következzenek a köszöntő, majd megnyitó gondolatok. Végül pedig kérem, vegyenek részt egy rövid tárlatlátogatáson. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánva köszönök el Önöktől, remélem 2021-ben személyesen is találkozhatunk. Viszontlátásra! Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt érdeklődők, kedves alkotók és befogadók! Beteg a világ, és benne egyre több embertársunk is. Beteg dolog egy kiállítást képek nélkül és közönség nélkül megnyitni. Ez az igazság.
Ám a művészet azért van, hogy ne pusztuljunk bele az igazságba. Legalábbis Nietzsche szerint. Nekem azonban jobban tetszik Picasso megállapítása. Ő azt mondta, a művészet lemossa lélekről a mindennapok porát. Úgy vélem, hogy erre most különösen nagy az igény. Magam művészetkedvelő, ám nem különösebben művészetértő ember vagyok. Inkább olyan művészetet érző. Egy-egy kép, szobor, egy-egy meghitt templombelső, egy-egy jókor érkező vers bizony eltalál. Megérint, érzelmekre késztet. Most a 25. Széchenyi őszi tárlatra 3 megyéből, 2 országból, 23 településről érkezett 63 alkotás. Önökkel egyetemben még én sem láthattam egyet sem. Mégis csordultig van a szívem érzelmekkel, mert ebben a beteg világban is boldog tudok lenni. Boldoggá tesz, hogy szeretett városomban láthatatlanban is méltathatom a 25. őszi tárlatot. Boldoggá tesz, hogy ilyen sok helyről ennyi alkotó küldte el művét, erre az egyenlőre a közönség számára láthatatlan vizuális seregszemlére. Ez az alkotói érdeklődés több okból is örömmel tölt el. Hiszem, hogy szól ez a szimpátia városunknak, megyénknek, határokkal oszhatatlan valós világunknak, miközben szinte demonstrálja, hogy zordabb időkben sem hallgatnak a múzsák. Valahogy mindig is úgy éreztem, szinte törvényszerű az, hogy a mi vidékünk részben termi, részben vonza az igaz művészeket. Hiszen maga a táj, benne a nógrádi ember valóban ihletet adó. Nem lehet véletlen, hogy idevalósi Bencúr Gyula, Szabó István, és most már Bakos Ferenc is. Valahogy számomra az is természetes, hogy az ipolyantúri Nógrádban Gácson élt és alkotott 10 éven keresztül a legnagyobb magyar festő, Csontváry. És azon sem lepődtem meg, hogy néhány napja már a magyar nemzet művészét ünnepelhetjük a velünk élő Földi Péterrel. Széchény mindig is a kultúra, a művészet, a magyarság, az európaiság szintézise volt számomra. Itt a borjupáston mindennek mértéket adott a nagyságos fejedelem. A legendás a művészetkedvő Rákóczi nem csak műveltségében és páratlan hazafiságában tűnt ki, de kapcsolataiban is európai léptéket mutatott. Van kihez, van hova felnőnünk. Akár a művészet erejével is. Meggyőződésem, hogy a hit, a szakralitás, a transzcendens mellett a művészet az a mélységes emberi vonás, sajátosság, ami megkülönböztet minket, embereket, minden más létformától. Számomra Széchény az a hely, ahol ez a kettő egyé olvad. Hit és művészet. Köszönöm, hogy felkértek gondolataim, még inkább érzéseim megfogalmazására. Tudom, hogy ez az online lehetőségnek is örülni kell még akkor is, ha a virtualitás sohasem pótolhatja a jelenlétet, még inkább az együttlét valóságát. Őszintén bízom benne, hogy nem sokára eljön az idő, amikor személyesen a kiállítás helyszínén is egyetérthetünk, vagy vitatkozhatunk majd a bírálóbizottság értékelésével. Köszönöm az alkotók töretlen hitét, lelkesedését, művészetük, mint gyógyító terápia szolgáljon valamennyiünk javára. Köszönöm a figyelmet. Köszöntöm a kedves nézőket! Az idén 25. alkalommal rendezzük meg itt Széchenyben az őszi tárlatot, amely több mint negyed százada minden évben a legjobb alkalom arra, hogy megismerjük Nógrád megye képző és iparművészeinek legújabb alkotásait. Ilyen hosszú időn keresztül csak egy olyan rendezvénysorozat képes fennmaradni, amely valamilyen elementáris igényt képes kielégíteni. Egyrészt az alkotók vágyát,
hogy megmutathassák műveiket, másrészt a közönség kíváncsiságát, amely tudni szeretné, mennyit és milyen színvonalon dolgoztak a megye művészei. Az idén 63 alkotó jelentkezett az őszi tárlatra, amely idézőjelben békeidőben is fantasztikusan gyönyörű szám, de járvány idején egészen elképesztő nagyságú érdeklődést mutat. Hadd köszönjem meg a város nevében a Széchenyi Művelődési Központot üzemeltető Széchenyi Közművelődési Nonprofit Kft. Munkatársainak is, hogy életben tartották és tartják ezt a nemes hagyományt. Nem szabad elfeledkezni azokról a nemes szívű adakozókról sem, akik díjfelajánlásaikkal ugyancsak hozzájárulnak ahhoz, hogy igazi tétje és valós művészeti értéke legyen ennek a kiállításnak. Igazi csapatmunkáról van tehát szó, amelyért köszönet illet minden résztvevőt. Gratulálok hozzá, és tényleg csak a legjobbakat tudom kívánni a művészeknek, a munkatársaknak, az adományozóknak, hogy még 25 évig élvezhessük az őszi tárlat kincseit. Kedves alkotók, kedves közönség, tisztelt díjalapítók! A 25. Széchenyi őszi tárlat megnyitó és díjátadó ünnepsége rendhagyó. Rendkívüli helyzet egy rendkívüli megoldás szült, így a megnyitó ünnepségünk alkalmával sajnos személyesen nem áll módunkban találkozni. Minden alkotónak a művéhez egy virtuális kézfogással gratulálok. Mivel ez az online tér nem teszi lehetővé, hogy hosszabb elemzést végezzek, illetve hogy minden művészt saját magához és a tárlathoz mérten méltassak, megnyitóm tömör lesz, és inkább útra valóul szolgál. Az idei őszi tárlaton 63 művész, 63 alkotása szerepel. A sokszínű kiállítás művei szinte minden műfajban képviseltetik magukat. A csendélettől a tájképen át, egészen az allegorikus képekig felölelnek egy-egy témát, mégis a tárlatrendezésnek köszönhetően csodás egységben, harmóniában élnek együtt. Az idei tárlat műveinek témái a jelenlegi helyzet lenyomatai. A vágyódás egy nyugalmasabb élet, nyugalmasabb napok felé. Ilyen például Raksányiné dr. Hanula Magdolna csend, Németné Jancsi Ilona pihenő, Antal József a szoros felé, Bagó Istvánné sejemkóró, Boros Istvánné lila illatok, Gortva Sándorné Vácrátóti botanikus kert, Pető Anikó erdő mogyoród mellett, Ispán Tibor tulipánfa kertje, vagy Király Mandi virága. S egy nyugodt vidékre, a túl sok zaj és túlerős fények elől, amit Kacsák Tamás mutat meg nekünk, Maldrik Gábor reménységet nyújtó kapuján juthatunk át. Ahogy Maruzsné Kovács Éva mutatja, fölfelé, együtt. S akkor, ha megkérdezi Kun Péter, merre is tartunk, akkor Bardóc Lajos sámánja fellebbenti a leplet Botos Zoltán művével, s megmutatja Domoszlai Tímeával egy szeletét az Édennek. Kívánom mindannyiunknak, hogy az Édent itt találjuk meg a mindennapjainkban, kiki a saját maga módján, az alkotásban, vagy a műélvezetben. Köszönöm a figyelmet, a kiállítást távolról is megnyitom. Most pedig következzen a díjak ismertetése. Az idei őszi tárlat zsűrije Bakos Ferenc grafikus művész, Sah Timor dokumentumfilmes fotós, és én, Sah Gabriella művészettörténészi mi voltomban voltunk. A rengeteg alkotás között nagyon szép és kiváló alkotások is születtek, melyeket az alábbi rend szerint javasoltunk, s fogadtunk el díjazásra. Nógrád megyei önkormányzat díját kapja Botos Zoltán. Salgótarján megyei jogú város díjazottja Erdei Sándor. Bátony Terenye város elismerését
Mester Erzsébet veheti át. Balassa Gyarmat város díjazottja Csernák Edit. Rétságé Pekáriné, mint Szenti Csilla. Széchény város díját Bakos Tamara kapja. A Széchenyi Közművelődési Nonprofit Kft-től Bardóc Lajos veheti át az elismerést. A zsűri ezen kívül aranydiplomákat is kiosztott a kiváló munkákért, Király Mandinak, Bugyi Istvánnak és Losonci Ildikónak. A Dornyai Béla Múzeum is alapított egy külön díjat erre a tárlatra, melyet nagy szeretettel adunk át két művésznek, Kun Péternek és Bakos Ferencnek. Nagy szeretettel gratulálunk a díjazottaknak.